vannak, akik először vannak. Nagyon jó. Oké, akkor úgy fogunk beszélni, hogy azok, akik először vannak, nekik is legyen izgalmas, érdekes, de egy kicsit gyere, lássunk mindenkit. Igen, mi szoktunk tartani előadást, ami védikus írásokból van. Általában Bhagavad Gita-t szoktunk használni vasárnapi programon. És mai téma, hogy hangzik mai téma? Nem tudom, sajnos. Az elején úgy örülök, hogy nem húztam, mert elfelejtettem. Még egyszer, a belső erőt forrása. Erről fogunk ma beszélni, hogy honnan van a belső erő. Nagyon sokszor, amikor haladunk az életünkbe, és ha valamit szeretnénk jobbá tenni, vagy változtatni, akkor főleg új év úgy kezdődik, na akkor holnap január 1-től más életet élek, és január 3-án már be is fejeztünk az új életet. Már onnantól már számít régi év, öreg év, most már január 3-ától. Igen, és ez miért történik? Azért, mert nekünk van már karma, forgatókönyv, amit viszi minket egyik irányba, ami szokások formában, reakciók formában, vágyok formában, ebben minket már viszi egyik irányba az életünk, és nagyon sokszor nehezen tudjunk ezeken változtatni. És ez pont az ok annak, hogy nem tudjunk sokszor így olyan könnyű dönteni szavakkal, hogy akkor holnaptól, január 1-től, születésnapom után, vagy május, vagy június, bár minden hónapban új életet kezdek. Mondani könnyű, de kivitelezni nehéz. Mint a régi országutak. Ugye, amikor mentünk a régi magyar országutokon, akkor van, amikor kamionra kitapossak. Ugye, és onnan, hogyha kell előzni valakit, nagyon nehezen kijönni. És mindig visszahúzza a kocsit. És néha veszélyes is lehet. Le lehet csúszni az útról. Sokszor ilyen veszélyes. Szóval ugyanúgy nekünk is van kitaposott sávok, ami múlt életünk köszönhető, és akkor ezért itt haladunk, és valamikor, amikor akarunk jobbá tenni az életünket és változtatni, akkor ez nem engedi. Hogyan lehetséges ezt megcsinálni? Ugye? Hát pont ami a cím a mai előadásnak, ez a belső erő. Szükség van belső erőre. Mert a belső erő ez az, ami tudja változtatni a mi karmánkat, a mi forgatókönyvünket, a mi sorsunkat. Enélkül akármilyen szándékokkal vagyunk, jó szándékokkal, hova szokták kikövezni az utat? Pokolba. Így van. Sokszor a végeredmény ilyen nehéz lehet. De akkor mi az a belső erő? Honnan van? Miben van ez a belső erő? Van olyan belső erő, ami nekünk most nem elérhető. Ez úgy jelenti, hogy lelki erő. Ugye a lelki erő az, ami mindenre képes. A lelki erő ez az, ami teljesen független tud lenni, ami milyen körülményekben vagyunk, milyen karmával rendelkezünk, és mindenre képes az ember a belső erővel. Vagy a lelki erővel. A második, ami nekünk közel áll, és
könnyebb kivitelezni, ez az intelligencia. Az intelligenciában van a belső erő, amelyik segítségével mi tudjunk elkezdeni egy utat, és akkor az majd fog együtt egyiválni, vagy alakulni lelkierévé. Ez a legfontosabb. Azért ugye Bhagavad Gita-nak a harmadik fejezet, főleg a második fejezet inkább, ott lehet olvasni a Buddhi jogáról. Ugye Buddhi joga, ez azt jelenti, hogy Buddhi, intelligencia. Intelligenciának a jogája. Ez az. Az a joga, amikor ember az életébe cselekszik tudás által. Szóval nem csak, hogy nekifutok az életemnek, és utána összetöröm magamat, ami általában ez történik az emberrel. Ugye nekik mindenki, amikor már kezd kirepülni a szülei fészekből, akkor gondolja, hogy akkor most akkor minden jó lesz, elérek mindent, és neki megy a falnak. Mint a madarok, neki ugye vannak ezek az üvegfalak, ami nem látszik. És akkor madár, hogyha neki megy, akkor meghal sokszor. Ezért raknak ilyen matricákat, ugye ilyen más, nagyobb madár matricát, hogy madarak oda ne menjenek kisebb madarak. Szóval ugyanúgy első látásra úgy tűnik, hogy könnyű az élet. Könnyű lenni boldog, sikeres, de vannak olyan törvények, ami nem látszik első látásra, mint ez az üveg, nem látszik. Egy madár nem látja üveget, és akkor nekifut. És ugyanúgy az ember, amikor csak úgy gondol, hogy szaladok az életemben, akkor neki fogok szaladni. És akkor összetört leszek. Összetört a szívem, valakinek a kapcsolatok által, valakinek valamivel kudarcba volt, valaki nekifutott egy kis bank, hogy hívjáknak, kredit, kölcsön, akkor ott is összetörte magát, valaki alkoholnak nekifutott, kábítószernek, annyi sok üvegfal van, ami először úgy látszik, hogy milyen szép és jó és boldog lehetek, és akkor neki fut az ember, és utána össze van törve, vérzik az elme. Igen. Ezért Buddhi joga, ez azt jelenti, hogy az ember próbál szerezni tudást, és megfontolni, hogy hogyan fogok cselekedni, hogyan fogok haladni, mi az élet célja, mi az élet értelme. Ezek a fontos kérdések. A Buddhi joga, szóval igazából nem csak, hogy csináljunk, mert csináljunk valamit intelligenciával. De akkor minek csináljunk? Ugye például, hogyha most a mostani tudomány majdnem mindenről meg tud mondani, hogy hogyan. Hogyan megvannak a dolgok, vagy hogyan lehet elérni. Ugye most már egyre több ilyen tanítás van, hogy lehet nagy célokat, milliókat elérni, vágyokat elérni. Már megvan, hogyan. Egy probléma, nem tudják, hogy minek. És ez a nagyobb probléma. És ezért Buddhi joga mindig azzal kezdi, hogy minek. Mi az élet értelme, mi az ember életnek a célja, és akkor minek kell ezeket mindent csinálni. És utána kezd tanítani az életnek a törvényére. Hogy hol vannak ezek az első látásra láthatatlan üvegfalak, amiben be lehet ütközni. Ugye ez a labirintus, és ez a labirintus, ez pont egy ilyen labirintus a mi életünk, ahol minden átlátszik, mintha mindjárt ide megyek és boldog leszek, de mégse. Mégis ott van az üvegfal. Láttam a boldogságot, mintha. Ez is egy illúzió, mert nem látunk. Mert mikor látjunk mondjuk a reklámot a tévébe, ott mindenki boldog. Most mi a legnagyobb reklám tévében, ki tud mondani? Senki nem akar lebukni, hogy nézi a tévét. Lényeg tudjunk, hogy mikor. Én még annak lemaradtam, hogy a pécsi kesztyű, az 70-es években volt. Tróbit akarunk. A skála kópi. Márka,
márka. Márka. Trullala. Ez melyik a trullala? Ez a Tróbi vagy a márka? Tróbi. Ági van. Szörp. No, arra, igen, arra már nem is emlékszem. Igen. Na szóval, amikor vannak a reklámok, akkor ott tényleg látszik boldogság, mert mindenki ilyen vidám, boldog. Hihetetlen, most végre megoldottam az életet, mert ezt a pécsi kesztyűt megvettem. És így néz ki, hogy a világban, minthogyha van boldogság, aztán, hogyha mi megnézzünk azokat, akik szerepelnek reklámokba, oda elmenjünk a hétköznapokba, és megnézzük, milyen stresszbe vannak ők is, kudarcba, depresszióba, akkor megértjünk, hogy az csak kamerára volt az a nagy mosoly, hogy pécsi kesztyűt vettem, vagy nem tudom, márkát ittam Tróbival. Ez szóval itt, és ez a buddhi jóga tanítja, hogy mi az élet célja, és hol van a boldogság, ez a másik. És akkor megtanítja, akkor miért élünk, hol van a boldogság, és hogyan lehet elérni a boldogságot. Ezt mondja a buddhi jóga. És amikor ember szerzi tudást, a tudás hiteles forrásokból ez a energia, ami adja belső erőt. Szóval, hogyha akarok belső erőt, akkor nekem intelligenciát kell csatlakoztatni a védikus, vagy a hiteles tudás forrástól. Mert hiteles tudás adja erőt intelligenciának. És ilyen módon az ember már nem egy karma kanda életet él, hogy mondják ezt, amikor csak akarok teljesíteni a vágyokat, hanem buddhi jogát élek. Ha nekem van egy értelme az életemben, és én minden, amit teszek, minden tudás alapján teszek. Ezt úgy hívják, hogy ébredt ember. Ugye buddha. Buddhát nem véletlenül úgy neveznek, mert ez azt jelenti, hogy ki ébren van. Felvilágosodott, felébredt. Felébredt, aki figyelmes az életébe, és tudatosan cselekszik, és használja a tudást. Ez a belső erő. Van még kettő plusz forrás, ami kiegészíti, vagy mondjuk segít nekünk jobban alkalmazni. Mert itt lesz egy kis nehézség, amikor én például nagyon sokan követnek most a YouTube csatornákat, meg Facebook csatornákat, de sokan valamilyen szinten változnak, és tapasztalnak, hogy mennyire más az életük. De ez korlátozott lesz. A Facebook és a YouTube keresztül nem lehet teljesen megváltoztatni az életét. Hiába ott van ez a tudás, ami bárhol lehet most kapni, a védikus tudás. De még nincsen elég erő, hogy ezt alkalmazom teljes mértékben. Valamilyen mértékben lehet, de ahhoz, hogy mi tényleg mélyen sikeresek legyünk, ahhoz fontos élőtársulás. Látni, találkozni személyekkel, azokkal, akik már gyakorolnak, hogy mi lássunk. Szerzünk közvetlen tapasztalat, hogy hogyan élőben működik ez a tudás. Ez fogadni még egy adag belső erőt nekünk. Mert intelligencia kapott erőt már a tudástól, amit hallottunk, tanultunk, olvastunk. Amikor látjunk másokon, hogy ez nem csak szöveg, hanem így élni is lehet, akkor több erőt kapunk. És van még harmadik, ami még jobban finomítja, és még több erőt ad, ami már úgy mondják, hogy hegyeket is lehet lemozdítani, ez a lelki tanítómester. A lelki tanítómester, ő rendelkezik ezzel a lelki potenciával. Szóval nála pont ez a buddhi jóga és a bhakti jóga, ugye ez a szeretet jogája, ott már van az a lelki forrás, a belső erőnek a lelki forrása. És mikor mi így kombináljunk, hogy
olvasunk, vagy hallgatunk, az is jó, társulunk megfelelő személyekkel, és lelki tanítómesterrel, na akkor minden meg lehet változtatni. Törölni lehet karmát. Apicetasi papibio sarvabia papa krittama. Azt mondja, hogyha te, api, ez azt jelenti, hogy akkor is, hogyha ez egy ilyen, api, a szanszkrit szó azt jelenti, hogy kivételes. Hogyha te kivételesen bűnös vagy, kivételesen szerencsétlen vagy, kivételesen elesett vagy, kivételesen milyen még lehetsz, nem tudom. Meg akkor is, apicet aszi pápebből, hogyha te annyira sok, úgy bele vagy bonyolódva a karmádba, hogy te azt gondolod, hogy neked sose lesz lelki erőd, belső erőd, szárvebe papa krittama, hogyha te összes bűnt elkövettél, és teljesen el vagy nyomva karmával, még akkor is, hogyha a lelki tanítómester tudás hajóra felszállsz, követ lelki tanítómestert, akkor át tudsz szállni ezt a karma óceánt, teljesen meg tudsz szabadulni. Szóval erre képes a lelki tanítómester. Szóval ez a belső erő. A belső erő, van még egy kis kiegészítés, ami fontos a belső erőhez, ez a lemondás. Csak lemondás önmagába tudás nélkül nem fog adni sok belső erőt. Valamilyen határozottságot fog adni, valamilyen kitartást, sok minden ad, de egy tiszta megértés és tiszta kép, tiszta használatot a belső erőt, olyat nem tud adni csak egy lemondás. Vagy hosszú idején keresztül. Ugye, mint a jógik, a Himalájukban sok-sok-sok-sok éven keresztül lemondást végeznek, végül utána fejlődnek lelkileg, csak ez nagyon sokáig. Ezért, hogyha egyesítve van a tudás, a lemondás, társulás lelki személyekkel és lelki tanítómesterrel, akkor nagyon sok, annyi sok belső erő lesz, hogy tudjunk bankot alapítani. Belső erő bankja, főtér, milyen utca? 15 főtér, 15. Milyen központ? Ilyen lélek joga? Vajsnava Yoga Center. Lehet jönni, kreditet kaptok, bank belső erőt. És ez a kredit olyan, hogy nem kell visszafizetni. Ez egy ilyen pályázat. Visszatéríthetetlen pályázat. De persze van egy dolog, ahhoz, hogy fenntartsátok ezt a belső erőt, mindig kell jönni. Ez nem működik. Ugye elköltöm, mint a pénz. Ugye ki szokott csak évente egyszer kapni fizetést. Elfogy, nem kell minden hónapban kapni fizetést. A belső erő is úgy kell, hogy mindig kell jönni, és akkor kapni. Egy kicsit hangsúlyoznék, meg ugye már hangsúlyoztam a könyv, a tudás, amelyik adja a belső erőt, és nagyon fontos, rendkívül fontos. Most a társulást miért fontos? Miért például nem jó mindig interneten maradni? Mert egyiket, amit említettem, az az, hogy interneten nem látjunk, hogy a személyek, akik adnak nekünk tudást, hétköznap hogyan ezt gyakorlatba hoznak. És mi földön járó emberek vagyunk. Nekünk kell közvetlen tapasztalat. Ugye sokszor emberek mondanak, hogy akkor elhiszek, ha látok. Ugye? Valaki azt mondja, hogy ha látom Istent, akkor elhiszek Istenben. Persze erre ez a válasz, hogy jó, akkor, amikor látni fogsz, de előbb neked kell képesített lenni látni. Szóval Istent nem tudjuk látni. Viszont még mindig ez a közvetlen tapasztalat szükséges nekünk.
Ezért, hogyha mi látjunk személyeket, akik gyakorolnak, és ők milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, mert ők Isten képviselők, Sakshadhari, ez azt jelenti, hogy lelki tanítómester, vagy más gyakorlók, lelki gyakorlók, ők Isten képviselők. És ezért, amikor mi közvetlen tapasztalatot kapunk, látjunk mondjuk a lelki tanítómesterbe tulajdonságokat, akkor mi kapunk ezt a belső erőt gyakorlatra. Szóval ezért nagyon-nagyon fontos a közvetlen kapcsolat, hogy lássunk. A másik még, amiért fontos, miért jobb, mint internet, most nem tudom, miért erről internetről beszélek, de sokan interneteznek, hogy próbált-e valaki komoly betegségtől meggyógyulni interneten. Ez egy komolytalan dolog. Miért? Mert interneten bármit lehet olvasni, sok-sok-sok információ van a ajurvédáról, minden tudás, minden betegségről már annyi információ van. Ugye? Csak az a probléma, hogy internet nem tud engem diagnosztizálni. És nem fog tudni, hogy a te esetben ez a gyógyszer jó. Nem? Nekünk még mindig el kell menni orvoshoz. Ember már ki tud tanulni minden interneten, de mindig ahhoz, hogy ténylegesen javuljon a helyzet, személyesen el kell menni orvoshoz. Hogy orvos mielőtt ad gyógyszert, fog neki diagnosztikát csinálni, és utána. Mert van ez a hiba, az interneten emberek mindent begyűjtenek, és akkor otthon már ilyen káosz van, összekeverik összes tudást, és utána itt is káosz lesz, és akkor nem tudnak, hogy most mi kezdjenek az élettel. Ez ugyanaz, hogyha valaki orvos nélkül bemegy a patikába, és elvileg ott minden gyógyszer, nem? Nem minden gyógyszer? Minden azért van, hogy jobban legyek. De akkor vegyek meg mindenből, nem? Mert mindegyik gyógyszer, akkor ez is, ez is, ez is, akkor megveszem, és akkor ez beszedem mindjárt 5 perc belül. Aztán gyomormosás lesz belőle, hogyha nem késnek el. Szóval internet, ez egy patika. És nem szabad, veszélyes. Ugye, és a patikában azért tudnak, hogy ember nem mindig tudja magáról, hogy kell neki biztonsági rendszert, meg kell védeni embert a saját magától. Ezért a patikai dolgozók azt mondják, na ezt már nem adjunk recept nélkül. Ez már lehet káros. Hogyha odaadják bármit, amit csak ember gondolja, ami nekem jó recept nélkül, akkor tényleg akkor nagyon sok veszély van. Csak az abban interneten nincsen senki, aki nekünk megmondja, mi az, ami nekem káros. És akkor ember begyűjtja mindent, és utána káosz. Csak az a baj, hogyha a gyógyszertől még gyomormosás segít, de internet, az már utána valamikor nehéz visszarakni az embert eredeti állapotba. Mennyire veszélyes. És ezért, hogy intelligens ember, aki tényleg intelligens, ő tudja, jók ezek is vonzóak és érdekesek a tudások, de lehet, hogy én elmegyek egy hiteles személyhez, mint egy beteg, intelligens ember tudja, nekem hiteles orvoshoz kell menni, nem fog valahol az utcán, vagy valaki internetet ír neki, figyelj, én egy orvos vagyok mindjárt. Nem, ember akarja látni, hogy hiteles, van diploma, ő tényleg rendelőbe dolgozik, és így tovább. Mert csak annak lehet hinni, mert annak a receptje fog működni, mert csak valaki sarlatán mondja, hogy orvos, írja nekünk valamit, és akkor patikában mondja, hát ez hát csak diliházban neked adnak egy ágyat ezre. Szóval ugyanúgy itt is egy intelligens ember, ő elment, és ő keresi egy hiteles szemét, aki nekem diagnosztikát fog csinálni. És akkor mondja, hogy figyelj, a te helyzetre ez a gyakorlat. Ezt is lehet változtatni, ezek a nehézségek, és akkor mindig kell jönni ide kezelésre, gyógykezelésre. Ugye, mint mostani vasárnapi program, lelki kezelésen vagyunk, ami nagyon kellemes, ugye nem fáj.
kicsit méregtelenít, ugye karmáton, ugye karmáz toxinok, mentális toxinok. Szóval így, ezért én azt akartam még hangsúlyozni, hogy a személyes kapcsolat fontos. Internet jó, mert úgy lehet, hogy rendszeres, mindig internet, és rendszeres kapcsolat, személyes. Az jó, az nagyon jó. Akkor fog működni, akkor ember tud fejlődni, akkor lesz belső erő, és akkor sose fog tévedni. Mert megint internet nem tud megjavítani, nem tud mondani, oppá, várjál, most rossz útra mész, meg jó szándékok, és használsz ezeket a tudásokat, csak nem jó alkalmazol. De lelki személyek tudnak mondani, várjál, vigyázzál, nem alkalmazol helyesen azt a tudást, vagy nem pont így, vagy nem pont ez a tudást alkalmazol, ami neked most kéne. Ez a lelki belső erő. Akkor első lépés az a tudás. Oké, röviden ennyi. Vannak esetleg kérdések? Nekem van. Neked van. Nagyon jó. Parancsolj. Az előzőket értettem, viszont hogy tehet valaki szert egy lelki tanítómesterre, így ez a személyes kapcsolat? Hogyan tett szer lelki tanítómesterem? Ez elég furcsa fogalmazás volt. Hogy lehet valakinek lelki tanítómestere? Hogy lehet? El kell fogadni akkor valakinek engem, például személyesen? Hát először nekem kell elfogadni valakit. Hogy ahhoz, hogy engem elfogadjanak, az, hogy fontos, de hogyha én nem fogadom előtt, akkor hiába engem fogad valaki, nem tud nekem segíteni. Igen, ezért nekem kell elfogadni valakit, igen. Hát úgy működik, hogy vannak folyamatok. Van folyamat, és mivel mondjuk, hogyha nézzünk a szombathelyi helyzetet, igen. Ugye itt nem jár minden nap lelki tanítómester, hanem időszakokként, akkor itt vannak képviselők. Itt vannak személyek, akik ki vannak jelölve, hogy ők helyi lelki tanítómester képviselők, és akkor velük kell kapcsolat először, és mikor van velük egy kapcsolat, akkor ők tudnak segíteni, és idővel tudnak minket ajánlani, vagy javasolni lelki tanítómesternek, akivel tudjunk már egy kapcsolatot teremteni, és tovább megy az élet. Válaszoltam kérdésre? Igen, idő mindenre kell, és az a baj nekünk, a nyugati embereknek, hogy mi azt gondoljunk, hogy nekünk gombot meg kell nyomni, igen, és változom. Igen. Mert, és ez a baj, hogy és egy ilyen tévedésbe tartja minket a világ. Például, hogyha én télen akarok epret, és én tudok most, mert bemegyek boltba, ott van. De ez nem helyes. A helyes az, hogy én tavasszal elültetem az epret, és mikor kijön az idő, vagy kitelik az idő, mikor érett lesz a növény, hogy hozzon gyümölcsöt, utána hoz a gyümölcsöt, és mikor utána még gyümölcsnek is érett kell lenni, akkor szedem a gyümölcsöt. Ez a normális. De mikor azonnal minden, minket be vagyunk csapva. Jó? Más kérdés. Jó, nekem lenne egy. Igen, parancs. A lelki erőnknek van-e bármi kapcsolata így a fizikai testünkkel, vagy hatással rá? Van, igen. Szóval, ha valaki mondjuk több lelki erővel rendelkezik, akkor miben különbözik így fizikailag? Milyen hatása van rá? Többféle. Hát mondjuk a test többet, ott van ugye annyi sok lelki gyakorlat, hogy embernek a testje nem annyira fáradt, ő mindig csak tudja lelki gyakorlatokat gyakorol, mert kap minden több lelki gyakorlat, annál több lelki erőt, és akkor tudja többet csinálni. Valamikor eszik, valamikor nem eszik, nem veszi észre. Szóval, ahogy így. De korlát végtelenig nem fog menni, mert mindig ez a test az a fizikai, és ennek még mindig van egy természete,
ez el fog sorvadni, szóval végtelenségig nem megy, de eléggé sokat változtatja. Igen. De ez nem jelenti, hogy aki próbál lelki erőt, vagy belső erőt, vagy lelki erőt erősíteni, akkor hanyagolni kell a testet. Nem, ugyanúgy, mikor van egy autó, munkába dolgozok autóval, akkor olajcsere időbe, téli-nyári gumi, mit tudom, gyertyácsere. Ugyanitt is kell sport, vagy torna, vagy jóga, kell vigyázni a testre. Mert azt mondja a Bhagavad Gita, nem lehet jó, az a jógi, aki túl sokat alszik, vagy túl keveset alszik. Túl sokat eszik, vagy túl keveset eszik. Szóval testre kell figyelni. Jó? Igen? Nekem lenne egy olyan érdekes kérdésem a lelki tanítómesterekkel kapcsolatban. Ki az igazi? Mert személyes tapasztalatom van róla, hogy akár egy a Vaisnava vonalon is, itt a általában megismert lelki tanítómesterek azt mondják, hogy mindenki tapasztalja meg a tanítómesterét, és ha tud fejlődni, akkor övi a mester. De van olyan másfajta tanítómester, aki szinte rá akar erőszakolni az akaratát a tanítványaira, vagy a hallgatósak, csak hozzá, mert máshol a démoniak ördögiek, nehogy azokkal foglalkoz már így meg, úgy meg. Tehát, aki azt mondja, hogy tapasztal meg a jót, vagy aki jobbra-balra úgymond köpköd. Hogy ahhoz nem, mert felteszem, hogy annak nagy a füle, annak nincsen haja, kettő foga van, mert az keresztény, mert az Mohamedán, mert az ilyen, mert az olyan, mert hogyan tudja az egyszerű laikus, aki rálép a spiritás útjára, igazából kiszűrni a tanítók közül a kis vagy nagybetűvel az igazit? Uh-huh. Úgy szokták mondani, hogy aki keresi lelki tanítómestert, neki a felelőssége, hogy ne legyen becsapva. Ez az emberi felelőssége, hogy kell először megtanulni hiteles forrásokból, hogy ki a lelki tanítómester. Hogy lehet megkülönböztetni, hogy lehet felismerni. Szóval először kell tudás. Az ugyanúgy, hogyha én akarok venni aranyat, először meg kell tudnom, mi az arany. Mert ha nem tudom, mi az az arany, és hol kell keresni, elmegyek cipőboltba, és mondom nekik, van nektek arany? És látják, hogy Linkóci jött be a boltba, és akkor mondom, van, milyen? Hát 32 karátos, akkor 32-es méret. Persze, hány dobozzal kér? És akkor eladjak aranyáraért cipőt. Mert ember nem tudta. Szóval itt is. Először kell tudni, ki ez a lelki tanítómester, hol kell keresni, az is fontos. És írások leírják a tulajdonságokat, hogy vannak tulajdonságok. Nem az alapján, hogy ki másokat kritizál és kiabál, hanem vannak tulajdonságok, és van fontos feltételek, hogy ki lehet egy lelki tanítómester. Például kezdjünk azzal, hogy másokat leszídja, de van egy ilyen könyv, tanítások nektárja, ahol mondja, vacsovigám, manaszakrodhavigám, hogy lelki tanítómester az, aki teljesen kontrollálja az elmét, vacsa, a beszédet. Neki beszéd mindig finom, szép, kedves, lelkesítő. Manasz, elmét kontrollálja, krodha, düh, nem dühös, ő ezeket kontrollálja, ő nem sérti senkit, és nem kritizálja senkit. Ez az egyik. Akkor kontrollálja az evést, kontrollálja az összes késztetés, ami van a testébe, csak minden egyensúlyba tartja, annyit eszik, amennyi kell, és így tovább, ennyit alszik, amennyi kell. Ezek egy kritérium. A másik, a legfontosabb kritérium, hogy ennek a lelki tanító mesternek kell, hogy legyen lelki tanító mestere. Szóval egy hiteles lelki tanítómester, ez azt jelenti, valakit képvisel. Istent képvisel. De Istent képvisel azáltal, hogy ő tartozik egy Isten képviselő lelki tanítómester láncolathoz. Ugye van parampara, ez a neve, hogy van Isten, és akkor ő elején adta tudást az első tanítványnak,
az a tanítvány átadta saját tanítványnak, utána ő lett mester, a tanítványnak, és akkor így mai napig. Mert lelki tanító mesternek feladata változás nélkül átadni tudást eredeti formába. Nem torzítani a saját elképzelésekkel, ez egy felelősség. Hogy másképp, hogyha eltorzul a tudás, akkor a követők már sose érnek el az eredeti eredményeket, célokat. Ezért ez az ő felelőssége. És a lelki tanító mester, aki ő hordozó, ő tára, a kincstára ennek a változatosság nélküli tudásnak, és ezt tud adni. És a paramparához kell tartozni. Másképp, vagy még, hogy a lelki erő is úgy jön, hogy lelki tanítómester láncolat keresztül, mert Istennek van ez a lelki erő, Svarupa Shakti, ez a neve, és ő átadja. Így lelki tanítómester láncolat keresztül, és hogyha én csatlakozok, akkor kapok ezt a lelki erőt. Másképp, hogyha valaki csak mondja, hogy hát én most rádöbbentem, felvilágosodtam, és akkor most én tanítok. Jó, aki akar lenni becsapva, az fogadjon egy ilyen. Mert hogyha nincsen lelki tanító mester láncolat, az már nem lehet hiteles. Ezt mondják a védikus írások. Ez ugyanolyan, hogy, és lehet, hogy jókat beszél. Nagyon okosan és logikusan beszél, lehet, de hogyha nincs lelki tanítómester láncolat mögött, akkor annak ez ugyanolyan, hogy lehet, hogy veszek egy jó csapot haza, nagyon szép csap lesz, nagyon legmodernebb csap, sok ezer forintért, és csak felszögölem a falra, attól még nem megy a víz, nem? Kell hiteles vezeték, kell csatlakozni a vízművekhez, a forráshoz, és ez nem csak bárhol a falon lehet, nem? Hanem ott, ahol megy a cső. És akkor rácsatlakozok, akkor hiteles lesz a csapom. Másképp csak egy ilyen díszlet. Szóval annyi díszlet lelkitanító mester van a világban, és nekünk a feladatunk és a felelősségünk megtanulni, megkülönböztetni, hol a díszlet, hol az igazi forrásképviselő. Igen, és ezt tanulni, akkor ez az egyik, a láncolat, akkor a láncolathoz tartozik, ez a fő. Hogyha ez nincs, nem is kell tovább kutatni ezt a embert. Hogyha van lelki tanító mester láncolat, akkor már lehet tovább nézegetni ezt, vizsgálni az embert. Mert lelki tanító mester le kell tesztelni, lehet vizsgálni. Nem tisztelet kihívóan vizsgál tesztelni, hanem megnézni, hogy hogyan beszél, hogyan viselkedik, milyen személyiség, hogyan gyakorol, ez a teszt. Szóval nem, mert lelki tanító mesterrel nagyon fontos tiszteletteljesen közelíteni. És akkor így, akkor ez a fő, a lelki tanító mester láncolat. Aztán utána a többi tulajdonságok. Köszönöm. Szívesen. Mondjuk valaki tudja, hogy szeretem őt lelki, az mennyi időbe telik? Még egyszer? Tudom, hogy mondjuk ő a lelki tanító mester, és nagyon tetszik, és elfogadom a tudást, meg ő is elfogad, de mennyi idő addig, amikor én rájövök, hogy igen, ő, és akkor mennyi ideig, tehát több évig, vagy... Hát valamikor több évig, valamikor több tíz évig. És köztem milyen út van, tehát így röviden összefoglalva? Többit, hát lehet, egy-két év is lehet. De mondjuk vannak-e olyanok, amit mondjuk teljesíteni kell, vagy mik azok a kritériumok, hogy én egy lelki tanító mester is engem elfogadjon például? Uh-huh. Hát vannak a gyakorlati elvek, ahhoz, hogy én tudjak, mert lelki tanító mestert nem butorként kell fogadni, hogy tudjak mindenkinek mondani, neked van gurut, nekem már van, ha-ha. Ugye nem ezért, hanem azért, hogy én ténylegesen fejlődök. És ahhoz, hogy én minimálisan jó talaj előkészítsek, hogy komolyan haladjak lelki életemben, lelki tanítómester segítségével, erre kell bizonyos elveket már követni. Ugye van ez a négy szabály, amit szokták mondani,
hogy mondják, hogy a szabadságnak négy elve. Ugye nem eszünk húst, ez az ahimsa, erőszakmentes élet, hús-hal tajás, akkor nem élet csak a gyerek nemzet céljából, akkor kábító mámorító szerek, akkor ezek a csalás, mint a szenvedélyes szerencse játékok, akkor ezek a négy elvek, amit segít nekem tudatot tisztán tartani. És belső erőt. Másképp, hogyha nincsen ez betartva, ezek a gyakorolva, legalább gyakorolva, nem mindenkinek rögtön minden megy, de hogyha van gyakorolva, akkor kezd jön a lelki, belső lelki erő. És akkor bizonyos, nincs itt nálam a japa, körök, Hare Krishna mantra, bizonyos körök, ugye 16 kör, akkor lehet. De mielőtt például bemutatkozni lelki tanító mesternek lehet hamarabb, amikor még ember nem gyakorol sok elvet, és nem gyapázik mennyiségi, bizonyos mennyiségű köröket, nem, attól lehet bemutatkozni lelki tanító mesternek, írni levelet, tőle kapni. De amikor már akarunk, hogy el legyek fogadva tanítványként, akkor már kell ez a négy elv plusz 16 kör. És még, és tartozni legyen egy autoritás, aki, ahogy mondtam, itt a városban mondjuk van autoritás, aki lelki tanítómester képviselő, mert ő fog minket kapcsolni össze lelki tanítómesterrel, és akkor vele kell kapcsolatban lenni, lehet jönni közösségi, közösségbe aktív részt venni, mert ha gyakorló vagyok, akkor lelki közösségbe gyakorolok. Nem interneten ott vagyok, és csak ott. Akkor más nem is ennyi? Vagy van még az, hogy nincs? Az elég. Elég. Nem kell sok. Ebben a korszakban eredetileg kicsit több volt, de Prabhupád, ugye, amikor látta, hogy ebben a korszakban emberek nem képesek kicsit komolyabb gyakorlatokra, azért nagyon minimalizálva van most. És az jó, hogyha valaki ezt csinálja, az már tud fejlődni, mert Prabhupád megbeszélt Krisnával. Elképzelhető egy új láncolat kialakulása, ilyen lelki tanítómester. Szóval például, hogy holnap valaki. Hogy ugye, ugyanúgy azt mondja, hogy Isten tanítványa, és hogy hozzászól. Vagy pedig megvan ez az alfa és az omega. Nem, amikor mondjuk egy ilyen proféta születik, ő fog csatlakozni, ő fog menni, és lehet, hogy felvilágosodott személy lesz, ő akkor is elmegy és megkeresi hiteles lelki tanítómester láncolatot, oda csatlakozik, és akkor ő lesz, és akkor lehet ő hozzá. Szóval mindig fog menni egy lelki tanítómester láncolat. Szóval jöhet proféta, jöhetnek ilyen Isten képviselők, Isten fiai, vagy valakik, komoly lelki személyek, de akkor ők is, ahhoz, hogy ők legyenek hitelesek, ők fognak csatlakozni egy ilyenhez. Oké. Hogyha nincs több kérdés, akkor köszönöm szépen. És akkor majd átadom a szót vissza. Azt hiszem, hogy melegszik az étel. Nem vagyok kint, és tudom, hogy kimentek azért.